Hello, sziasztok! Üdvözöllek benneteket a csatornámon. A mai napra egy ilyen villámgyorsan elkészíthető és szuper gyors, szuper egyszerű kis zappelyhes gofrival jelentkeztem, ami viszonylag diétásnak is mondható, ugyanis zappehely van benne, tojás, proteinpor, egy kis zaptej, és díszítésnek, ízesítésnek egy ilyen nulla kalóriás, nullás, minden nullás, nagyon finom szósz a Genius-tól, és egy kis áfonya, hogyha az áfonyát nem tesszük rá, akkor tényleg egészen diétás lesz, és most jövök nektek a recepttel. Kettő darab tojás fel van verve, teszek bele egy nagyon pici zaptejet, nem sokat egyelőre, keverem. Teszek hozzá egy adag ilyen Snickershez hasonló ízű proteinport. Ez Genius-os. Még egy pici zabtejet teszek, de nem sokat tényleg, csak egy picit. És hozzá keverem körülbelül 50 g zabtejet ledaráltam az imént. Közben előmelegítettem a sütőt 180 fokra, ezt így szépen kikeverem. Külön édesítés nem igényel, mert a proteinpor az édesítve van, és én úgy gondolom, hogy az már egy kicsit too much lenne. Nem tudom, láttatok-e már ilyet, de nekem ez a fajta szilikonos gofri formámban. Ez azért jó, mert bőven elég egy nagyon-nagyon-nagyon pici zsiradék. Én ilyen ezzel a szilikonos nagy ecsettel tettem rá a kókuszolajat. Tényleg csak egy nagyon pici van rajta, hogy ne ragadjon bele. Szerintem amúgy sem ragadna bele, de így biztos, hogy egy kicsit könnyebb kiszedni majd a kész gofrikat. Különben ennyi az egész tészta, tényleg nem egy nagy ördöngösség. Azért nem a rizslisztet használtam ehhez, abból is szoktam csinálni, csak akkor tényleg egyből el kell fogyasztani, mert a rizsliszt az nagyon-nagyon-nagyon hamar és nagyon kiszárad, és akkor kemény. Palacsintánál is vagy egyből fogyasztod a rizslisztest, vagy az mehet a kukába, mert az tényleg nagyon bekeményedik. Úgyhogy ezt most darált zabpehellyel, vagy sima zablisztel készítjük, különben ennyi az egész. El fogom osztani szépen a kis gofri formánkba, mert úgy számoltam, hogy szerintem körülbelül 2 darab fog belőle kijönni. Aztán lehet, hogy mégiscsak 3. És hogyha elkészült, akkor mehet is be a sütőbe. Úgy körülbelül 5-6 perc alatt el is készültek ezek a kis gofrik, igazából 3 darab készült, ebből az 50 g darált zabpehelyből. A Genius-nak ezt a nullás szirupját vagy szószát fogom használni hozzá, ami magyaros csoki ízű, se szénhidrát, se glutén nincsen benne, se zsír. Ezzel díszítem, ízesítem, mondjuk alapvetően is jó íze van már ettől a Snickers ízű proteinportól, úgy, és hogy ne legyen annyira édes, egy picit megbolondítom egy kis savanyú kék áfonyával. Nagyon-nagyon szeretem az ilyen, hogy is mondjam, majdnem, hogy diétás vagy egészséges édességekhez. Főleg, hogyha valami melegebb dologhoz, mondjuk palacsintához, vagy ez a gofri is. Kis hűvös áfonya, nagyon-nagyon jó ízű. Hogyha könnyű és gyorsan elkészíthető eszetre vágytok, én ezt ajánlom bátran mindenkinek, fiúknak is, mert tényleg nagyon-nagyon-nagyon hamar elkészül. Jó étvágyat kívánok hozzá!